A város református lelkészet tábort szervezett a tolnai gyerekeknek. Már negyedik éve tartják meg a református imaházban az 5 napig tartó napközis foglalkoztatót. Idén uttalvós tábort szerettek volna, de a vírushelyzet ezt nem tette lehetővé. Reggel 7 és délután 4 óra között tartanak foglalkozásokat a gyerekeknek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk együtt. Sokáig nem voltak meg a feltételek, hogy megtartsuk ezeket a tábori alkalmakat, de hála Istennek már tavaly is, és az idén is itt jöhettünk össze. Van egy nagyon jó kis konyhánk, és hátul van egy nagyon szép kis, nem is tudom, hogy nevezzem, mert van, aki, amikor én mondom, hogy ez egy filagória, akkor azt mondják, hogy tiszteltes asszony, jó lesz a színnek is. Mindig viccelünk vele, tehát ott a kis tető alatt vagyunk legtöbben, ott esszük a reggelinket, meg az ebédünket, meg az uzsonnánkat, ott tartjuk a kézműves foglalkozásokat, mert egy nap mindig nálunk a reggelivel kezdődik. Hogy legyen erőnk a napot végigvinni, utána tartunk egy áhítatot, arra bejövünk a szentérbe, kezdjük illetve folytatjuk a kézműves foglalkozással. Minden napra kitalálunk valamit. Hála Istennek most is van egy nagyon kedves testvérünk itt, aki a gyülekezetnek a tagja, Tamási Hajnalnak hívják. Ő nagyon profi, és a gyerekek nagyon boldogok, mert mindig szeretnének valami újat kipróbálni, és ebbe az évbe sikerült is nekik. Tehát van a kézműves foglalkozás, utána az ebéd, akkor van egy kis szünet, és délután valami nagyon okos dologgal folytatjuk tovább. Például a játékkal, vagy esetleg, ha sikerül, most egy filmet fogunk megnézni. Sípos Judit református lelkész nagyon fontosnak tartja, hogy a korosztályok összetalálkozzanak a játékidő alatt, mert így ismerik meg egymást a vegyes érdeklődési körrel rendelkező gyerekek. A református hittan nyitott. Mi minden évben meginvitáljuk a városba lakó gyerekeket, illetve hát a szülőket első renden, de a gyerekeknek szól a hívás, hogy jöhetnek nyugodtan a református hittanra. Nem muszáj, hogy megkeresztelt gyerekek legyenek, sőt, hogyha történetesen másik történelmi egyháznak a tagjai valamilyen oknál fogva úgy gondolják, hogy szívesen jönnek, de ez viszont is igaz. Tehát nagyon jó a kapcsolat a hitoktatók, illetve vallástanárok között a városban. Tehát így lehet református hittanra járni. A legtöbb gyerekünk egyébként hittanos, de ha úgy adódik, akkor testvért is befogadunk. Aki esetleg nem jár hittanra, vagy másik felekezetű hittanra jár, mert ilyen is van. Sőt, van olyan kisgyerekünk is, aki Szekszárdra jár iskolába, de Mözsön lakik, sőt nem is egy, hanem egy testvérpár, és őket is nagyon szívesen fogadjuk. Alapvetően nem hirdetjük meg a tábort, de ha valaki hall róla, és esetleg megkeres, vagy jelzi, akkor elfogadjuk a jelentkezését, és meginvitáljuk, és nagyon szívesen látjuk itt. A tábornak nincs kimondottan díja. Azoktól a szülőktől, akik valamilyen formában tudnak segíteni, szívesen elfogadják az adományokat. Emellett civil alapítványuk támogatja a programokat. Adományt elfogadunk, de úgy kötelezően áthárítani költségtérítést a szülőkre nem szeretnénk. Aki tud adni, az ad. Aki nem tud adni, és úgy küldi a gyerekét, úgy jön a családból a kisgyerek, őt se küldjük el. Tehát őt is ugyanúgy fogadjuk. Itt nincs különbség a gyerekek között, meg a családok között sem. Van nekünk egy civil alapítványunk, bármennyire furcsa, hogy nem egyházi alapítványunk van, de valahol a gyülekezet élete azért itt zajlik az imaházban, de a függetlenséget, mivel hogy mi reformátusok vagyunk, ez jellemzi a református embert, egy viszonylag a szabadság, tehát a függetlenséget szeretnénk megőrizni. És amikor ezt az alapítványt tettük, akkor magánszemélyek fogtunk össze, és azóta is magánszemélyek, mondhatni, akik az alapítványt finanszírozzák, igen, a városban lakók, és a gyülekezet maga a helyet adja a tábor színterének, és alapvetően ezzel úgy gondolom, hogy ha
bizonyos mértékig össze is mosódik a kettő, de mégis elválasztható. Tehát igyekszünk arra, hogy a határok azért tisztázottak legyenek. A táboroztatásban sokat segítenek a Református Nőszövetség tagjai is. Eddig úgy alakult, hogy a táborozók létszáma mindig 15 és 20 közé esett. Úgy szeretnénk többen lenni egyszer. Bár a határaink kicsik, de a lelkünk meg a szívünk nagy. Úgyhogy mi be tudjuk őket fogadni, ha többen jönnének akkor is.